keresztény értelmiségiek szövetségének salgótarjáni csoportja lelkesen és nagy lendülettel kezdte tevékenységét a rendszerváltás hajnalán. Ám épp ebben az időszakban az iparát vesztő Nógrádi megyeszékhelyről sok-sok ezer ember elköltözött, és többek egészsége megroppant, vagy a megoldhatatlannak tűnő egzisztenciális gondjaik kerültek előtérbe. A kész akkoriban a tagjai közül sokakat elveszített, és ereje is megfogyatkozott. Ám egy idő elteltével a lelki szükség is nőtt. És 10 évvel ezelőtt Szabó Csaba vezetésével ez a közösség újra szervezte önmagát, most pedig jubileumi összejövetel tartottak. Köszöntöm a Hír FM Salgótarjáni adásának hallgatóit. Önök a szerkesztő riportert, Tarnóczy Lászlót hallják. A következő percekben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége salgótarjáni közösségének életébe tekinthetünk bele. A jubileumokat hálaadó szentmisével és szeretett vendégséggel Agapéval ünneplőket szólítom meg az acélgyári munkás Szent József templomban. A keresztény értelmiségiek a hit erejéről, küldetésünkről és az egymás felé fordulásról vallottak. 2013 elején kezdtem szervezni a csoportot, részben a régi tagságnak a neveit megkeresve és felkeresve őket, és megkérdezve, hogy lenne rá igényük, továbbá pedig új tagokat is toborozva sikerült létrehozni újra a csoportot, és ez a csoport azóta is töretlenül éli Salgótarjánban az életét, számtalan programot szervezett, nagyon sok előadót hívott meg, voltak ezek egyházi, kulturális témájú előadások, nagyon-nagyon volt ez. Vannak napok, mikor csendben poroszkálunk. Vannak napok, mikor az útrögén megsebezzük a lábunk. Vannak napok, amikor fogunkat összeszorítva, tüskés bozótba új utat vágunk. És vannak napok, amikor megállunk, verejtékünk lemosva azt mondjuk, szúrszum korda, és kezünket imára kulcsolva, hálát adunk mindenért. Számomra az maradt meg, és épp ezért én nagyon nagy örömmel adok nékik mindig helyet, lehetőséget, meg a magam tudását is az összejövetelek alkalmával, mert látom, hogy ez egy nagyon összetartó csapat, és az összetartozását nem a diplomák adják, hanem maga Jézus Krisztus. Akiért van ez a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, és azt gondolom, hogy ezzel a céllal jött létre. És a városban levő embereket meg tudja szólítani, egyre többen vannak a tagjaik között. És épp ezért nekem is nagy-nagy segítségek ők. A keresztény értelmiségiek azok, akik példát tudnak mutatni, hogyha hiteles életüket kiállítják, példaképként állítják a közösség elé, és ezért buzdítunk mi is, én Balassagyarmaton, Erzsébet pedig itt Salgótarjánban minél több fiatal értelmiségit is, de természetesen nem csak értelmiségit, hogy jöjjön a köreinkbe, hiszen ez a fajta tevékenység, amit mi civil szervezetként végzünk, ez mégiscsak egyfajta pre-evangelizáció és evangelizáció. És erre most a mai társadalomban és a világban nagyon nagy szükség van. Szabó Csaba, a kész Salgótarjánban újjáalapító elnök, a 80. évében is ereje teljében lévő dr. Sasvári Erzsébet, a jelenlegi városi elnök, és a tagok mind ezeket a gondolatokat erősítették egymásban, és kifelé képviselve azokat. A Varga András esperes plébánossal miséző Osztie atya pedig Szent József mai követőiről szólt, akik országszerte egyre több helyen alakítanak keresztény közösségekben férfi klubot. A Szent Család őrzőjének szellemiségében a férfiak küldetését keresve és beteljesítve. Szent József templom és Szent József egyre fontosabb a figyelmünk középpontjába állítani, mint példaképünket. Nagyon fontos kötet jelent meg, nem olyan régiben, az a mottója, hogy elérkezett Szent József ideje. Azt jelenti, hogy fontos, hogy újra az elmélkedéseink középpontjába helyezzük, ő csak példáját kövessük. A férfi vallásosság, férfi identitás kérdésessé vált, azt újra meg kell szülálni. Általában valami idős emberként szokták őt ábrázolni, keresztény ikonográfiában inkább őszhajú öregemberként jelenik meg, szakállával, nyilvánvalóan a tekintélyt akarja megjelenni. De ha megnézzük a történelmi tényeket, hogy József nem lehetett öregedni, ellenkezőleg. Mária mellett egy fiatal embernek kellett lennie, egy erős, bátor és fiatal embernek. Nem tudta volna menekíteni a családot Egyiptomban.
Szent Mária szüzességét, tisztaságát. Mekkora lemondás kellett ahhoz, hogy betöltse azt a védő szolgálatot és küldetést, amit az Isten neki szállt. Azt olvassuk, hogy a Szent Család őrzője, őre. És ehhez kapcsolódik a mi helyünknek és küldetésünknek a fölismerése, vagy meghatározása is. Szent József, Jézus és Mária őre. És mit mondhatunk magunkról? Azt kell, hogy fölismerjük a történelemben, és a történelem tanúságaképpen, hogy nekünk magyaroknak sajátos küldetésünk van. Osztia Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége korábbi elnöke, a fővárosban a Nagyboldogasszony plébánia plébánosa. Szeretettel és nem először jött a Salgótarjáni közösséghez. Prédikációjában egy vörös vonalról beszélt. Arról a történelemről, ami a történészek által írt lapok mögött ott rejtezik. Igen, tehát kétféle történetírás az, ami egységet kell, hogy alkosson. Az egyik az, amit a történészek a forrásokból dokumentálnak és elégtárnak. A másik pedig az a bizonyos vörös fonál, ami végighúzódik valóban a magyar történelmen, és ez pedig a Jóisten írja az ő gondviselésével. Ha meg akarjuk nézni ennek a tanúságát, akkor azt nagyon röviden össze tudjuk foglalni, és ez nagyon lényeges, mert ha hosszan tagolunk valamit, azt akkor igazából nem is nagyon értjük. De ezt értjük. A kereszténység védelme, ez a mi küldetésünk, ez a magyar nemzet küldetése, és ez világosan kitűnik a magyar énekelt költészetből is. Refrénszerűen tér vissza három olyan kifejezés, amelyik mutatja ezt a tanúságot. Egyrészt a hit pajzsa, ugye a Balassi Bálintnak a gyönyörű költeményét szeretem itt idézni. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viselet pajzsát. Tehát egyrészt védő pajzs Magyarország, a kereszténység védő pajzs, aztán védő bástyája és védő fala. Ez a három jelző, ez mindig újra és újra visszatér, ha a küldetésünkről van szó. És nem csak Szent István korában, és nem csak Balassi korában, azt mondta, hogy ez mind máig feladat és kötelesség is a magyar nemzetre. Hát büszkék vagyunk nyilván a kormányunkra, és büszkék vagyunk a kormányfőre, aki ezt Európában, reméljük, hogy a lengyel testvéreink azért még végül is helytállnak, de nagyon egyedül maradunk ebben a küldetésünkben, hogy védelmezzük a kereszténységet, részben Nyugat, az egész Európa érdekében, részben pedig a saját fönnmaradásunknak is ez az egyik záloga, hiszen addig maradhat fönn egy nemzet, egy közösség, amíg a maga küldetését, amit Istentől kapott, az be tudja tölteni. A keresztény Magyarország küldetése tehát ez, a kereszténység pajzsának lenni, de mi a küldetése a keresztény értelmiségieknek? Igen, úgy tűnik, hogy ez a tudat, ez meggyengült, vagy veszendőben van, legalábbis a társadalom széles rétegeiben mindenképpen. Ezzel kapcsolatban szemlélnünk kell Mindszenty bíboros atyának a példáját és útmutatását, hiszen kell, hogy tőle is tanuljunk. Ő azt mondta, hogy újra tudatosítsuk ezt a küldetésünket, ha 1 millió magyar imádkozó van, akik a nemzetért, a hazáért könyörögnek, akkor nincs félnivalónk. A keresztény értelmiségnek ezt kell tudatosítania, hogy ezt a küldetést, ennek a tudatát fönn kell tartani. Ehhez pedig a példaképeinkre is kell tekinteni, de ők azok, akik nyilvánvalóan ki kell olvasnunk a múltból, példát adnak, utat mutatnak, és hát ezek között Mindszenty bíboros atya is kimagaslik. Önt kitüntették nem is oly régen a Mindszenty emlékéremmel. Mit jelent ez az ön számára? Ha megnézzük az ő prédikációit, vagy körleveleit, nagyon fontos, hogy pásztorleveleket adott számosat, és a történelmünknek a fordulópontjain, vagy drámai óráiban pásztorleveleket adott, akkor ezekből kimagaslik az, amit aztán az ő sírjára is fölírtak, Istenért, egyházért, hazáért. És ez azért olyan nagyon tanúságos, mert nyilvánvaló, hogy az életünknek, a társadalmi egyéni életünknek három pillére van, és azt kell megerősíteni ahhoz, hogy az identitásunk az megerősödjön, vagy hogy nehogy csorbuljon. Ez pedig a régiek így fogalmazták, hogy Isten, haza és család. És nyilvánvalóan nem véletlen az, hogy a támadások éppen ezen a ponton érik az európai embert és a civilizációnkat.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége milyen célokkal indult a rendszerváltást hajnalán, és változott-e a küldetése? A küldetése nem változott, de mindig aktuális formát ölt. Mint ahogy a kereszténységnek magának sem változnak az alapjai, és a keresztény küldetés sem változhat. Ez Jézus parancsára nyúlik vissza, menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet, és ebben is benne van az, amiről az imént beszéltünk, hogy a kereszténység Krisztus és ami vele való közösségünk védelme. És hát mindaz, ami ebből forrásozik. Tehát a késznek a küldetése az mindig is ez volt, hogy a társadalom széles rétegeiben tanúságot tegyen arról, hogy valójában Jézus és az ő evangéliuma a megoldás. Ugye ma annyi kérdés feszíti az embert, és Európában annyi sorskérdés az, ami elénk tolul. És hát mi megkaptuk a válaszokat ezekre. Nekünk válaszaink vannak. Annyira szép volt most az Aquinai Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia hallgatóival gondolkodtunk együtt, és úgy végig gondoltuk, hogy mik az életünknek a sorskérdései. Például az, hogy miért élünk, vagy mi a szenvedésnek az értelme, vagy mi az ember életének a célja a mindennapokban, mik a feladataink, mi a küldetésünk. Ha végig gondoljuk ezeket a kérdéseket, akkor azt látjuk, hogy vannak válaszaink. Nem azért, mert okosabbak vagyunk másoknál, hanem azért, mi kaptuk és elfogadjuk ezeket a válaszokat, amelyek természet fölötti eredetűek. Salgó Tarján védőszentje Szent József, és most a Munkás Szent József templomban beszélgetünk, ön pedig a prédikációjában Szent József életét, karakterét állította a gyülekezet elé, illetve az ökumenikus gyülekezet elé. Hát ahogyan Szent József küldetése volt az, hogy védelmezze Máriát és a gyermek Jézust, és úgy is nevezzük őt, vagy úgy szólítjuk meg a mi fohászainkban is, hogy a Szent Család őre, akkor az ő példája az, ami elvezet bennünket az iménti gondolatmenetünkhöz is, hogy a magyar nemzetnek hasonló módon kell a kereszténység őrévé lenni, illetve annak maradnia. És ha Szent Józsefre tekintünk, akkor egy fiatal emberről van szó, általában a keresztény ikonográfiában inkább egy idős, őszhajú, idős öreg ember. Nyilván az ikonográfia vagy az ábrázolása tekintélyt akarja ezzel kihangsúlyozni, de valójában a történelmi tény az, hogy egy fiatal ember volt, aki erőteljes, aki tudta, hogy Isten akarata, hogy hogyan vonatkozik rá, és annak engedelmeskedett. Tehát egy ihletett ember, aki fölfogta Isten tervét vele kapcsolatban, a küldetését ebből kiolvasta, és annak engedelmesen a követője lett. Példája a hétköznapi emberek, a ma emberének miként fordítható le? Hát ami az egyik legfontosabb tanúsága az, hogy a férfi identitás az helyére kerüljön. Azt látjuk ugyanis, hogy akárha mondjuk a jogalkotást nézzük, akkor is azt látjuk, hogy a férfi ember nincs a helyén. Nincsenek meg azok a jogai, amelyek meg kell, hogy illessék őt. Mondom a példát, ha egy asszony úgy dönt, hogy a gyermekét elveteti. Férfinek nincs joga ahhoz, hogy azt mondja erre, hogy ő az én gyerekem is, és én ehhez nem járulok hozzá. Nincs jogi lehetősége. És hát magunkban, férfiakban is sokszor ez az identitás tudat, ez meggyengült, és nincsenek helyén a férfiak, és ezt mi keresztények érezzük sokszor, hogy a közösségeinkben bizony hála nekik, természetesen, és ez nem az ő érdemeiket és szerepüket csökkenti, amit az asszonyokét, ők helyünk vannak, közösségeinkben ők vannak sokan, és hát bizony a férfiak meg hiányoznak. És ennek minden bizonnyal az egyik oka az, hogy a férfi vallásosság, a férfi identitás, az ő helyi ismeretük az, amelyik egy kicsit meggyengült, vagy éppenséggel megszilárdításra szorul. Nagyon érdekes látni azt, hogy nagyon sok mindent egyszerre ismernek föl gondolkodó és érző emberek. Most egyre több közösségünkben alakulnak apaklubok, férfi körök, Szent József körök, ha már Szent József példájáról van szó, egész konkrétan Szent József körök alakulnak, Témprébániámon is van ilyen, ahol a férfi a férfival másképpen tud beszélgetni, tapasztalatot megosztani, mintha más környezetben is beszélget, vagy van együtt másokkal. Szabó Csaba, a KDNP városi elnöke, önkormányzati képviselő, 10 évvel ezelőtt szervezte újjá a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Salgó-Tarjáni szervezetét. A rendszerváltás után itt is láthatóbbá tette jelenlétét a civil lakosság körében is a keresztény ember. Itt a Nógrádi megye székhelyen.
Mi okozta azt, hogy ez az egyesületi élet, vagy ez a civil élet egy kicsit így ellankadt? Miért kellett ezt újjászervezni? Nagyon szépen indult 1995 tájéken Salgótarjánban a KÉSZ. Nagyon komoly kulturális életet hozott a keresztények körében, nem csak az értelmiségiek, a keresztény emberek körében, a keresztény csoportokban. És sajnálatos módon azok az emberek, akik szervezték, betegségük, elköltözés miatt kicsit megfeneklett, egy kicsit megakadt ennek a fejlődése, és a Salgótarjáni csoport szétbomlott. Megvoltak ennek az akkori társadalmi jelentőség és a társadalmi beágyazottsága. Ugye Salgótarjánban tönkrement az ipar, a gazdaság egy kicsit hanyatlóban volt, sok ember költözött el a városból már akkor is, és sajnálatos módon ez a KÉSZ helyi csoportjának az életében is megjelent. Mások lettek a prioritások, a megélhetés, a gazdaság akkoriban nem volt annyira rózsás, ezért az emberek inkább a megélhetés miatt más irányba fordultak. Kovács Gábor barátunk, aki nagyon nagy lelkesedéssel és nagy örömmel, szeretettel csinálta ezt a csoportot, vezette ezt a csoportot és szervezte ezt a csoportot. Sajnálatos módon ő már nincs köztünk, elhunyt, de nagyon sok örömöt szerzett a tagságnak, az akkori tagságnak, és az akkori tagokkal beszélgettünk mi 2012-ben már, tehát tulajdonképpen több mint 10 éve, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a csoport újra szerveződne. És 2013 elején kezdtem szervezni a csoportot, részben a régi tagságnak a neveit megkeresve és felkeresve őket, és megkérdezve, hogy lenne rá igényük, továbbá pedig új tagokat is toborozva sikerült létrehozni újra a csoportot, és ez a csoport azóta is töretlenül éli Salgótarjánban az életét, számtalan programot szervezett, nagyon sok előadót hívott meg, voltak ezek egyházi, kulturális témájú előadások, nagyon nagy öröm volt ez. Itt levetítettek egy összeállítást, ami az elmúlt 10 év közös élményeit jelenítette meg. Ebben valóban a könyv bemutatótól a zarándokútig sok minden adott együttlétre lehetőséget. Így van, így van. Volt itt püspökatya rendezvényeken, voltak az ország más tájain érő papok, voltak más missziós küldetésben lévő papok is, tehát Fülöp-szigetekről volt köztünk atya. Tehát olyan előadásokat hallgathattunk meg, ami egyrészt erősíti bennünk a kereszténységet, az a kereszténység érzését, a hitünket, más is a közösséget tudja összekovácsolni, és barátságok köttettek. Látszik a mai összejövetelünkön is, ahol egy kis Agapé keretében ünnepeljük a 10 éves születésnapját a Salgótarjáni KÉSZ csoportnak, mostani KÉSZ csoportnak, hogy milyen szívesen, milyen barátilag vannak együtt az emberek, és tényleg ünnepelnek, mint egy családi születésnapon. Ez egy igazi nagy családnak az összejövetele, egy keresztény értelmiségi családnak az összejövetele, ahová mindenkit nagyon nagy szeretettel várnak és fogadnak, és ez számomra ez a legnagyobb öröm a mai napban, hogy 10 év, amit dolgoztunk azért, hogy megalakuljon a csoport, most látható, hogy 10 éve születésnapon egy ilyen közösség, egy ilyen baráti közösség tud együtt ünnepelni egymással. Nekem meggyőződésem, hogy a mindennapokban együtt kell tudni dolgozni, de az ünnepnapokon, minden ünnepnapon együtt kell tudni ünnepelni, mert ez adja az ember az igazán a jövőképet, és ez adja a boldogságot, meg az előremutatást. Nógrádvár megye nyugati feléből, a szomszéd várból, Balassagyarmatról a Városi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke Selmeci Zoltán és KÉSZ-es társával, a Művészeti Iskola igazgatójával, Csábi Istvánnal érkezett Salgótarjánba, hogy együtt ünnepeljenek. Milyen üzenetet hozott, és mit kit köszöntött valójában? Hát igazából nagyon megtisztelő volt a Salgótarjáni KÉSZ elnökének, Erzsikének a meghívása, akivel elég régóta szinte baráti kapcsolatot ápolunk. És hát ugye a KÉSZ küldőgyűléseken és egyéb alkalmakkor is volt és van szerencsém találkozni. És hát ugye mi is meghívjuk mindig a Salgótarjáni KÉSZ csoportot, ami rendez. Egymás rendezvényeire eljárunk. Én fontosnak tartom, és Erzsébet ugyanígy, hogy itt a megyén belül tartsunk össze. És hát azokat a KÉSZ csoportokat, amelyek még élnek, és hála jó Istennek fejlődnek, azokat közösségek
kölcsönös erővel Kelet- és Nyugat-Nógrádban egyaránt tovább építsük. Azt gondolom, hogy a kereszténységnek nagyon meghatározó része a civil társadalomnak a bekapcsolódása az evangelizációba, és hát tudjuk jól, hogy a papság is elég erősen fogyó létszámot mutat, sajnálatos módon, éppen ezért a civileknek egyre nagyobb szerep fog jutni az evangelizációban, úgy gondolom, és a keresztény értelmiségiek pedig azok, akik példát tudnak mutatni, hogyha hiteles életüket kiállítják, példaképként állítják a közösség elé, és ezért buzdítunk mi is, én Balassagyarmaton, Erzsébet pedig itt Salgótarjánban minél több fiatal értelmiségit is, de természetesen nem csak értelmiségit, hogy jöjjön a köreinkbe, hiszen ez a fajta tevékenység, amit mi civil szervezetként végzünk, ez mégiscsak egyfajta pre-evangelizáció és evangelizáció. És erre most a mai társadalomban és a világban nagyon nagy szükség van. Salgótarján esperes plébánosa Varga András nem csak a liturgiában kíséri végig a híveket, hanem meg annyi túrára viszi azokat, akik a katolikus közösséghez tartoznak. De láttam én már olyan zarándoklatot, ahol reformátusok, evangélikusok is önökkel tartottak. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyfajta hátteret, egy támaszt ad a lelkésznek, a papnak? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. 1989-ben indult Magyarországon a KÉSZ, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, és nagyon örülök, illetve annak idején volt is egy ilyen vita, hogy most keresztény vagy katolikus értelmiségiek szövetsége legyen, és Istennek legyen hála, hogy úgy döntöttek, hogy a keresztény név legyen az elsődleges, mert mint ahogy Salgótarjánban is 1995. április 4-én Baffi István nagyja nyitotta meg azt a alakuló ülést, de itt volt rajta kívül a református lelkész, illetve az akkori evangélikus lelkész. És biztos vagyok benne, ugye akkor én még nem voltam itt, hogy itt voltak mindegyik felekezetből emberek, akik szerették volna, hogy a Krisztus követést megfogalmazása az embereknek mindinkább közel vigye őket ehhez egyrészt, másrészt pedig a mindennapokban ezt az emberek megéljék. Én ezt gondolom, hogy ezért nagyon fontos ez a ökumenikus jellegű keresztény együttlét, mi több, mint ahogy a elnökünk dr. Sasvári Erzsébet fő orvosasszony is így köszöntötte a templomban levőket, hogy erős várom Istenünk, áldás, békesség, dicsértessék be Jézus Krisztus. Szívében, lelkében az elmúlt 10 évből a keresztény értelmiségiekhez kapcsolódóan mi maradt meg leginkább? Számomra az maradt meg, és épp ezért én nagyon nagy örömmel adok nékik mindig helyet, lehetőséget, meg a magam tudását is összejövetelek alkalmával, mert látom, hogy ez egy nagyon összetartó csapat, és az összetartozását nem a diplomák adják, hanem maga Jézus Krisztus. Akiért van ez a keresztény értelmiségiek szövetsége, és azt gondolom, hogy ezzel a céllal jött létre. És a városban levő embereket meg tudja szólítani, mint ahogy el is hangzott, hogy egyre többen vannak a tagjaik között. És épp ezért nekem is nagy-nagy segítségek ők, mert mint ahogy akár csak a mai rendezvényt is lehetett látni, fantasztikus volt ez a lelkesedés, hogy előkészítették, hogy részt vettek benne, és ahogy mi is megélhettük velük együtt ezt a mai szép napot és estét. Dr. Sasvári Erzsébet a KÉSZ Salgótarjáni csoportjának vezetője, a Szent Lázár Kórház főorvosa. Hány tagot is köszöntött most, amikor az ünnepségen fölvágták a 10 éves jubileumi tortájukat? Hát jelenleg 53 tagunk van, ez a szám egy kicsikét hol több, hol kevesebb, de most éppen ennyi. Mi az, ami összetartja önöket? Hát a közös érdeklődés, tulajdonképpen a keresztény hitünk, és ez a sok program, amit a központból is szerveznek, meg amit mi saját magunknak csinálunk. Láthattunk képeket zarándoklatokról, láthattunk képeket misszionárius atyáknak a beszámolóiról. Sokféle alkalmat találnak arra, hogy együtt legyenek, összejöjjenek. Mit ad az együttlét a tagoknak, és mit ad önnek? Egymást megerősítjük abban, hogy együtt vagyunk, segíteni tudunk egymásnak.
És hát van ugye minden keresztény szervezetnek van egy célja, hogy ebbe a beteg világba egy kis épp sziget legyen, ahonnét hát jó dolgok, szép dolgok indulnak ki, például a szeretet, a haza, a család, a jóisten szeretete, és ezt egymásnak továbbítjuk, ebben egymást erősítjük, és szeretnénk, ha példát tudnánk mutatni a környezetünknek is, mert végül is ez a keresztény szervezeteknek a célja. És hogyan fogadja a város, hogyan fogadják a városlakók ezt az igyekezetet? Hát tulajdonképpen jó szándékkal vannak velünk szemben, szerintem, mert például olyan jótékonysági akciókat is szoktunk szervezni, aminek elég gyakran örülnek a legszegényebb emberek is, például Erzsébet napi kenyérosztás, amikor elég sok ember jelenik meg, mindig minden templom előtt 40-50-100 darab kenyeret szétoztunk, és akinek éppen hát szüksége van rá, az jön és elviszi, és nagy örömmel fogadják. Lassan adventi időszakba lépünk, hogyan készülnek erre? Milyen alkalmakat találnak még az év során arra, hogy a miséken, istentiszteleteken túl együtt legyenek? Hát adventi időszakban is elég sok olyan van, amin együtt tudunk lenni, az ilyen florátékon vagy lelki gyakorlatokon. Húsvétkor például együtt van a csapat, amikor keresztutat járunk, és mindig megvan, hogy mikor melyik társaság vállalja ennek a vezetését, és nagyon gyakran a készszervezet tagjai vezetik aktuálisan a keresztutat. Aztán vannak ünnepségek, például itt pont ebben a házban a ferencesek elhurcolásáról való megemlékezés, amikor megint a késztagok összejönnek, megkoszorúzzuk a emléktáblájukat, de részt veszünk a városi ünnepségeken, augusztus 20-án koszorúzunk, minden olyan alkalmon, ahol mint testület meg kell jelennünk. Tehát jelen vagyunk a város életében. Ez a 10 éves jubileum, az újjálakult Salgótarjáni Készszervezetnek a jubileuma, ezt önt nem csak mint keresztény embert, hanem mint költőt is megérintette, megszólította, született ebből esetleg néhány sor? Hát éppen a mai szentmise előtt András atya elmondta az ünnep című verset, amit én írtam, és igen nagy örömömre szolgált, hogy pont ezzel a versen nyitotta meg a mai szentmisét, prédikációját. Megidézni? Hogy vannak napok, mikor csendben poroszkálunk. Vannak napok, mikor az útrögén megsebezzük a lábunk. Vannak napok, amikor fogunkat összeszorítva, tüskés bozótba új utat vágunk. És vannak napok, amikor megállunk, verejtékünk lemosva azt mondjuk, szúrszum korda, és kezünket imára kulcsolva, hálát adunk mindenért, mi csapatunk elért, stán még elér. Boldog a nap, mikor a föld az éggel, lelkünk az Úr lelkével, ünnepi fényben összeér. Ben összeér. Ben összeér. Ben összeér.